A Z-generáció tagjai társas szinten is valamelyes máshogy működnek, mint az idősebb generáció tagjai. Ami fontos, az az, hogy hogyan kommunikálnak. Ugye látjuk azt, hogy az online világban élik az életüket, ami részben jó, részben viszont nehézségeket okozhat, és olyan problémák jelentkezhetnek, amelyek a későbbi szerhasználat problémáválásában meghatározóak lehetnek. Fontos az is, hogy az Z-generáció tagjai körében a felnőtt példaképek száma az jóval alacsonyabb, mint korábban. Sokkal fontosabb számukra a saját kortársaiknak a véleménye, ami viszont megint csak a szerhasználat kapcsán jelentőséggel bír, hiszen a kortársak egyrészt megerősítik a szerhasználat későbbi folyamatát, másrészt pedig fontosak abban is, hogy valaki kipróbáljon valamilyen szert. A legritkább esetben fordul elő az ugyanis, hogy valaki drogot egyedül próbál ki.